A 2019-es esztendőben is meg annyi feladat vár a Honvéd bajtársi klub tagjaira. A január 8-án tartott vezetőségi ülésen ugyanis a civil szervezet átbeszélte és megtervezte az idei év programjait, illetve a tavalyi év értékelésére is sor került. 2019. januárjában a legfontosabb esemény ismételten, mint minden évben, a közgyűlés. A 2019 évi közgyűlés, amely 2018-ról szól. Tehát 2018-ról beszámolunk a tagságnak, reméljük azért 180 fős tagságban azért 100 fő, 20 mondjuk megjelenik a laktanyában és a közgyűlésen, és beszámolunk 2018-ról, meg ami ebben jár, pénzügyi beszámoló, felügyelőbizottság, és 19. 2020-ban nagy eseménye lesz ennek a klubnak, a jogelődje, Tatási Gyula mondjuk klubja 50 éves lesz. Na ennek a 19-et felkészülési évnek szánjuk, ez is benne van. Aztán folytatjuk ugye a klubra jellemző dolgainkat, így a hagyományőrzés, a közösség élet területén a hagyományos nyűjnap, anyák napja és a többi, és a kirándulásainkat természetesen. A bajtársi klub tagjai pozitívan tekintenek a 2019-es évre, sőt a közös kirándulások szervezéséhez is lelkesen állnak a civil szervezet szépkorúi. Vélem abban, hogy ilyen lesz, mint a 2018, legalábbis ennyire tudunk nyújtózkodni, ha segítenek nekünk, akkor még jobban tudunk, vagy még jobban szeretnénk meg a dolgokba, és hát a klubtársainkat megvendégelni, vagy netán-tán kirándulni, elvinni. Nyilván abban az esetben, hogyha ugyanígy patronál bennünket a polgármester hivatal, ugye nem sokkal, de azért 250 ezer forint az idén is, és reméljük, hogy jövőre is azért. Valami kicsi majd lesz belőle. A Honvéd bajtársi klub a város számos rendezvényén képviselteti magát megalakulások óta minden évben. Így az idei esztendő sem lesz kivétel a civil szervezet életében.